8 óra hossza. Hozzávetőlegesen ennyi kell, hogy a vonat megtegye a mintegy 370 kilométeres távot Belgrád és Budapest között. A rossz állapotban lévő sínek és elavult szerkezet miatt a vonat csak döcögni tud. A Szabadka-Újvidék-Belgrád vasútvonalat 1883. márciusában adták át hivatalosan a forgalomnak. Már abban az időben is fontos eleme volt a térség közlekedési stratégiájának, és egyben Vajdaság központi vasútvonalát képezte. Szerbia, Magyarország, Macedónia és Kína kormányfői december 17-én írták alá azt a megállapodást, amelynek értelmében korszerűsítik a Budapest-Belgrád vasúti szállítási folyosót. Ez gyakorlatilag az egész régiót összeköti majd, szögezte le korábban Alexander Vučić szerb miniszterelnök a Kína Közép-Kelet-Európa csúcs találkozón. Kad govorimo o prevozu putnika, put do Budimpešte danas prosječno traje železnicom 8 sati i 9 minuta, biće skraćena 2 sati i 40 minuta, što i najbrže da vozite našim autoputevima ne možete da stignete toliko o pogodnostima koje će imati i obični ljudi, o razvoju i napretku naših ekonomija da i ne govorim, jer svako veliko infrastrukturno ulaganje donosi novi posao, nova radna mesta za ljude. A vasútvonal abból a 10 milliárd dolláros kínai kedvezményes hitelkeretből épül majd, amelyről a tavaly előtti bukaresti Közel-Kelet-Európa-Kína csúcs találkozón egyeztek meg. Li Keqiang, kínai miniszterelnök korábban a belgrádi csúcs találkozón elmondta, hogy országa a kelet- és közép-európai államokkal elsősorban az infrastrukturális projektek kidolgozásában és a pénzügyi együttműködések megerősítésében érdekelt. Az elkövetkező 5 évben azt várja partnereitől, hogy megduplázzák a Kínával folytatott kereskedelmüket. A vasúti projekt összértékének 85%-át kínai forrásból biztosítják. A hitel feltételei attól függnek, hogy milyen mértékű lesz a kínai, illetve ennek megfelelően a magyar és a szerb vállalati részvétel a beruházásban. Hangzott el tavaly december közepén. 2 milliárd 890 millió dolláros beruházásról van szó. Így. 粮药，而且这条快线的建成将会对欧洲整体平衡发展是利好消息。 Kína megtesz mindent, hogy ezt a vasutat 2,5 éven belül korszerűsítsék, ígérte Li Keqiang. A tervek szerint 2017. júliusában már akár 160 km/órás sebességgel roboghatnak a vonatok a két főváros között. A magyar, a szerb és a kínai fél szerdán újra tárgyalóasztalhoz ült Belgrádban. A trilaterális munkacsoport tagjai, köztük Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Zorana Mihajlović, infrastrukturális és építésügyi miniszter megállapodtak az időpontokra vonatkozó közös célokban. Ennek értelmében idén június 30-áig elkészül az a megvalósíthatósági tanulmány, amely már a teljes beruházásra vonatkozik, a beruházást pedig még az idei esztendő vége előtt megkezdik. A mai megállapodással két dokumentumot írtunk alá, ezzel a mai megállapodással három munka veszi kezdetét, egyrészt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, másrészt a kormányközi megállapodás elkészítése, kormányközi megállapodás szükséges ahhoz, hogy a nemzetközi jog talaján állva tudjuk végrehajtani ezt a nagy beruházást, illetőleg megkezdődik a munka a finanszírozási modell kidolgozására. A kínai fél a beruházás 85%-át finanszírozó, illetve erre vonatkozólag ad ajánlatot, így tehát az elkövetkezendő hónapokban megállapodásra kell jutnunk a lehetséges kínai finanszírozás, a kínai hitel feltételeit illetően. Magyarország a földrajzi adottságainak köszönhetően most konkrét haszonra is szert tehet, tette hozzá a magyar tárcavezető. Szerinte az egész Európai Uniónak az az érdeke, hogy a különböző térségei és tagországai sikeresen tudjanak együttműködni Kínával. Azzal, hogy Magyarország és Szerbia részese ennek a beruházásnak, azzal azt érjük el, hogy a nemzetközi kereskedelem egyik fontos ütőere keresztül fog vezetni hazánkon, hiszen a kínaiak az Európába szánt áruik egy jelentős részét görög kikötőkbe hajózzák be, ahonnan pedig vasúton szállítják Európa nyugati felébe. Szijjártó úgy véli, hogy hosszú távon Magyarország, illetve Szerbia profitál majd ebből a beruházásból, a tranzitból. A megállapodást aláíró felek szerint a gyorsvasút jelentős lökést adhat a mellette fekvő országok logisztikájának is, valamint megkönnyíteni az emberek, a tőke és az áramozgását. A vasutat meghosszabbíthatják Macedónia és Görögország felé is.
Amennyiben ez megvalósul, akkor ez a tranzitútvonal a Kínát és Kelet-Közép-Európát összekötő expresszvonal gerincévé válik.